és a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola nevében a 7. Országos Zeneiskolai Ferenczy György zongoraverseny résztvevőit és minden kedves itt megjelent érdeklődőt. Ez a verseny Ferenczy György zongoraművész emléke előtt tiszteleg. A verseny megálmodója Havasi Nédarszka Izabella, aki egyben a Ferenczy Alapítvány létrehozója. A verseny névadója Ferenczy György, a 20. századi kultúra kiemelkedő alakja. Zongoraművész, aki rendszeresen hangversenyezett Európa szinte minden országában. Tanárai Tomán István, Liszt Ferenc tanítványa, valamint Dohnányi Ernő és Weiner Leo voltak. A verseny védnökei, ő excellenciája Román Kovászki, a Legyel Köztársaság magyarországi nagykövete, és Riz Levente, Budapest 17. kerület Rákosmente önkormányzat polgármestere. Nagy szeretettel köszöntöm a zsűri elnökét, Havasi Nédarszka Izabella zongoraművész tanárt, pedig szerepel több európai országban, zongorakurzusok vezető tanára volt, itthon és külföldön. Országos és nemzetközi versenyek zsűri tagja. Bemutatom a zsűri tagjait. Bogányi Gergely, Liszt és Kossuth díjas zongoraművész, a Bogányi zongora ötletadója és fejlesztésének közreműködője. A Fehér Rózsa lovagrend érdemkeresztje és Chopin útlevél tulajdonosa. Lengyelországból érkezett Grzegorz Burzsinski, aki a Dusznikis Drúj nemzetközi zongora mesterkurzus igazgatója és tanára, valamint a Wroclawi Nemzetközi Mesterkurzusnak professzora és tanára. Számos országos és nemzetközi zongora verseny zsűri tagja. Mihail Markov, aki Hollandiából érkezett, a Dusznikis Drúj Nemzetközi Zongora Mesterkurzus tanára, zongoraművész és az elsődei Art Ez Főiskola professzora. Itáliából érkezett Alberto Nozze, zongoraművész, számos nemzetközi zongoraverseny győztese és díjnyertese. Többek között Varsóban 2000-ben a Nemzetközi Chopin zongoraversenyen. Mesterkurzusok vezető tanára, nemzetközi zongoraversenyek zsűri tagja. A zsűri szakmai titkára Tóváriné Periné Orsolya, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezetője, zongoratanára, közoktatási szakértő. A verseny fő támogatói Bogányi Zongora és a Budapest Zongora Szalon. Kérem az első versenyszám bekonferálása előtt, hogy kapcsolják le mobiltelefonjukat. A Ferenczy György zongora versenyt a harmadik korcsoport résztvevőivel folytatjuk. Első sorszámmal Szamos Közi Kinga, aki a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolából érkezett. Tanára Megyi Móreczné Schmidt Ildikó. Szamos Közi Kinga műsora Chopin G-moll ballada, opusz 23, Weiner Leo, magyar parasztdalok, opusz 22, harmadik sorozat. Thank you.
Balogh Bence következik, aki a debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskola növendéke. Tanára Barta Ildikó. Balogh Bence műsora Chopin Ázdur etüd, opusz 25, numero 1. Chopin F-dur ballada, opusz 38. És Dobos Dániel, Nordszervián.
Hármas sorszámmal Fehér Dániel következik, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke. Tanára Nagy Enikő. Műsora Beethoven Opus 2-es F-moll szonátájának negyedik tétele, Paganini Liszt ámol etüd és Chopin hámol szkercó Opus 20-as.
Thank you.
Negyedik sorszámmal Bolten Carmen Stefani következik, aki a Pécsi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium növendéke. Tanára Megyi Móreczné Schmidt Ildikó. Carmen műsora Chopin Azdur Ballada opusz 47, Chopin Trois Nouvelles Etudes és Poulenc Trois Pièces.
hatodik korcsoport és egyben a hetedik országos Ferenczi György zongora verseny utolsó versenyműsora következik. Chopin Émol Mazurka opusz 41, numero 2, Chopin Cismol etüd opusz 10-es, numero 4-es, Chopin Ázdur Polonéz opusz 53-as, és Liszt Desdur konszolációját előadja Horváth Gábor, aki a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke, tanára Taraszova Marianna.